Sziasztok, én Menzelyek, és ez itt az EFC 25 Akadémia Legendák Bromley sorozat 31. része. Ebben az epizódban be fogjuk fejezni a 2026-2027-es szezonunk első hónapját, augusztust, a Gillingham, a Stockport és a Lincoln City ellen. Majd aztán következő epizódban kezdődik szeptember az éppen Carabao kupában kiejtő Burton Albion ellen, aztán Rotherham és Blackpool lesz a következő epizód. Kettő darab változtatás a kezdő 11-ben, Ahn helyett Manga, Jakobson helyett Kunya kerül be, így fogunk felállni a Gillingham ellen, Hopkins, Drew, Costa, Gyorgyevics, Manga, Freeman, Cook, Brewer, Souza, Kunya, Dominguez, Gillingham, Bromley, de nehezen indul be az engine. Little, Gyorgyevics nem igazán reagált arra a labdára, Gbaudé! Hát eltalálta a kapufát, majd aztán a labda visszaesett egy Gillingham támadó elé, aki szerencsére mellé lőtt. Manga, ott van egy induló ember Adriano Cunha részén, viszont visszafejlik a labdát a Gillingham védők. Dominguez indítana, útjába állnak. Dominguez! Nem volt egy rossz lövés a portugáltól. Az előre vágott labdát Souza felé, majd aztán Dominguez tenné tovább Cunhához, végül eljut! És két nagyon nagy kiadott helyzet rövid idő alatt, mind a két portugál csatár kapu mellé teszi a lövését. Freeman, Souza hozza előre, Dominguez, nagyon szép összjáték, Cunha, Adriano Cunha! Hát fejlődünk, ez már kaput talál, Dominguez lopja le a labdát, majd aztán a beadását O'Sullivan blokkolja, Brewer lekészíti Souzának, Cesar Souza! Hát ez a mérkőzés eddig tele van kaput nem találó lövésekkel. Manga, Dominguez most beragad egy kicsit a Gillingham, csak az a baj, ezzel nem élünk. Cunha Souzának készíti le, Cesar! Hát milyen is kimondtam, hogy nem élünk azzal, hogy a Gillingham beragad a saját 16-os és a saját tér felére. Abban a pillanatban Cesar Souza betalál. Az első igazi gólja Cesar Souzának ebben a sorozatban. 1-0 Bromley. Elég eseménytelen második félidő ez eddig. A Gillingham tartja a labdát húzamosabb ideig, sokra nem jutnak vele, mi pedig boldogan visszaülünk, az viszont egy nagyon szép labda, és a beadás érkezik, Gyorgyevics teszi oda magát, majd aztán Reggie Drew hozhatja el. Connor Freeman messziről! Itt legalább valami történt ebben a második fél időben. Egy perc hosszabbítás, ezt valószínűleg a hazai csapat le fogja passzolgatni a saját tér felén. 1-0-ra verjük a Gillinghamet. Az EFL League van második fordulójában egy Cesar Souza góllal, de hát itt az első félidőben történt minden. A második félidőben volt egy kaput találó lövés összesen Connor Freeman távoli próbálkozása, amit könnyen fogott a hazai kapus. Hát nem lehet túl sok mindent elmondani erről a mérkőzésről, max annyit, hogy az első félidőben történt minden. Most ezen kívül nem tudok sok mindent mondani, de még a 3 pont, a vége Gillingham 0, Bromley 1. Újra teljes a csapat, az utolsó helyezett Stockport County érkezik a Hazelinre. Hopkins, Drew, Costa, Gyorgyevics, Ahn, Freeman, Cook, Brewer, Souza, Jakobson, Dominguez, Bromley, Stockport County. A Stockport County-tól nekem még mindig rémálmaim vannak a Grimsby miatt. Reggie Drew eddig... Két mérkőzést játszott végig. Ez a harmadik mérkőzés, ahol kezd. És halkan, nagyon-nagyon halkan megjegyzem, hogy eddig még nem kapott gólt a Bromley, amikor Reggie Drew a pályán volt. Bailey lekészíti Gardner. Ó, de szépen! Hopkins nem ért bele, hiába jött fel a névindikátora. Jakobson, mindig nem találunk gyenge pontot ezen a Stockport County-n, na talán majd most Freeman, Brewer egyből, Adai! Bromley szöglet a fél óránál, Sasha Koch, Bátél fejeli el, Dominguez vissza Kochnak, lehet még egy beadási lehetőség, érkezik is, Freeman van a végén! És fölé fejeli az angol, Noel visszateszi, aztán elesik egy Stockport játékos és jöhet egy szabadrugás. 37. perc, Norwood és Bailey állnak ott. Norwood lövi rá, Hopkins, azt hittem, az fogni fogja, de inkább ütötte Felix Hopkins. Jakobson nem igazán
volt látható eddig ezen a mérkőzésen az izlandi, most viszont leteszi Domingueznek. Rossz irány, rossz irány. Báté. Báté nagyon nagy lendülettel. Hopkins az utolsó megmentő. Stockport szöglet, Norwood. Az nagyon jól érkezik. És megint Hopkinsnak kell játékba avatkoznia. Koch elveszíti, Touré. Norwood. Szép labda, Gardner. Gardner! Akkor vegyünk egy nagy levegőt. És köszönjük meg Felix Hopkinsnak. Jakobson, Souza. Freeman, Jakobson, még egyel tovább. Brewer, fake shot. Ó, de szép, el tudja előni! Adai véd. Sasha Koch szöglete a 67. percben most kezdett el igazán felbuzdulni a játék. Kochhoz jön ki még egyszer. A hosszúra ível, Touré. Luis Diaz, az egy szép labda, Ola off the rá, mellé. Bailey, el tudja lőni, mellé. Bailey. Szép labda, Ola off. Ola off, gol. 89. perc. Érett. És azt kell mondani, hogy megérdemli a Stockport Olaf góljával. Egy perccel a rendes játékidő vége előtt. Ott van az első kapott gól a Bromley-nak a League One-ban. 1-0. Adriano Cunha el tudja lőni. A D-ből Cunha! De ez a csapat viszont soha nem adja fel. 92. perc. Adriano Cunha. Megszavaztátok a tavalyi szezon egyik legrosszabb játékosának. És most ment egy pontot a Stockport County ellen. 1-1. Hát egy ilyen forgatókönyvet is ritkán ír a futball. A tavalyi szezon egyik legrosszabb játékosának megszavazott csatár. Adriano Cunha. Az, aki ment egy pontot a Bromley-nak 15 másodperccel a vége előtt. Hihetetlen, hihetetlen forgatókönyv. Azt kell mondani, hogy megérdemelte volna azt a 3 pontot a Stockport County. Sokkal jobbak voltak, mint mi. Viszont mi nem adjuk fel. Adriano Cunha 15 másodperccel a vége előtt. Take a bow, son. A vége Bromley 1, Stockport County 1. Hát mivel nem jött jobb játékos Butánból, ezért Paritos Thapa lesz az idei szezon játékosa, akit fel fogunk hozni a felnőtt csapatba, és aztán ugye lesz 2 szezonunk, hogy eldöntsük, hogy mit szeretnénk vele csinálni. Paritos Thapa, üdvözöllek a felnőtt csapatban! Thapa a padon, így fogunk felállni a Lincoln City ellen. Hopkins, Drew, Costa, Gyorgyevics, Ann, Freeman, Koch, Brewer, Souza, Jakobson, Dominguez. Jakobsonnak és Dominguez-nek egy kicsit többet kéne oda tenni ezen a mérkőzésen, mint a Stockport County ellen. Lincoln City, Bromley. House. 2-2 ellen, Gyorgyevics lép közbe, gyönyörű. Ez viszont már nem annyira. Draper. Draper húz el, teszi középre, Hopkins véd. Hamer. Hamer, ível, Draper, fejjel, de mellé. Draper. Hamilton. Hamilton, Gyorgyevics érkezik rá vissza, és aztán ő az, aki belelép a lövésébe. Ezra Brewer, Jakobson ott van középen. És kapná is a labdát, de ez túl hosszú. És aztán úgy néz ki, hogy Jakobson oda csúszott a Lincoln City védőre, aki ennek köszönhetően megsérült. Dominguez. Kapja Connor Freeman. Connor Freeman ellövi! Vickens. És akkor Jakobson kap azért egy sárgát. Bromley szöglet a 37. percben. Ezra Brewer végezheti el. Jakobson a fejére érkezik! Hát mondtam Jakobsonnak, hogy jobban téne teljesíteni, mint a Stockport ellen, és ezt most meg is csinálja. Kap egy sárgát, és aztán egy percre rá fejjel egy gólt. 37. perc, Christopher Jakobson a gólszerző. Egyre közelebb az 50-hez. 1-0 Bromley. Cesar Souza, Jakobson. Jó ütemben indul el. Kisodródik, ellövi! Vickens. Meg Grandos. A csúszó szerelés, elvéti. Draper messziről! Ujjajajajaj, Hopkins. A sarkazás pedig egyből Ánhoz megy. House. House teszi tovább. Draper, Draper! Hopkins! Dominguez. Souza, jöhetünk előre. És ott indul Jakobson. Nincsen lesen, mert akkor már intett volna a partjelző. Vickens böki ki. Souza húzná vissza, de egyből bele az emberbe. De azt a Dominguez majdnem le tudta lopni. House, Hamilton.
Hamilton tolja meg Gordievics mellett, de Giuseppe Costa az, aki érkezik, viszont nem tudja eltenni onnan. Hopkins fogja a fejest, és akkor most már tényleg nagyon fontos másodperceket húzhatunk le ezzel. House, Gordievics szerel, Freeman emeli ki, Dominguez fejeli tovább, Jakobson letelt az egy perc, viszont ezt még engedi a játékvezető, Souza, ezt már valamiért nem. 2-1-0-ás győzelem ebben az epizódban, a Lincoln City otthonában is egy gólos győzelmet aratunk. Hát nem volt ez egy olyan nagyon fényes győzelem, de sokkal többet csináltunk, mint mondjuk vagy a Gillingham ellen, vagy a Stockport ellen. A végeredmény Lincoln City 0, Bromley 1, és továbbra is veretlen Menza csapata az angol harmadosztályban. És akkor ezt az epizódot Deadline Day-en fejezzük be, nem azért, mert lenne túl sok átigazolási biznisz, amit végre kéne hajtanom, hanem mert most nincs kedvem itt ülni és itt tovább nyomogatni videón belül, majd megcsinálom videón kívül, mert még úgyis van scoutok, amiket ki kell küldeni. Viszont ennyi volt a 31. rész, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Bence voltam, találkozunk legközelebb, sziasztok! I'm gonna hit your business if it's-